2017. szeptemberében elfogadta Ukrajna azt a törvényt, azt az oktatási törvényt, annak az ominózus 7-es pontját, ami egyrészt alkotmányellenes és a korábbi ukrán jogszabályokkal és kötelezettségvállalásokkal szembe megy, amit Ukrajna a nemzetközi téren vállalt, illetve amit az együttműködések terén vállalta. A Velencei Bizottság állásfoglalása szerint ezt a pontot meg kell változtatni, hiszen ez negatívan hat a kisebbségek szerzett anyanyelv oktatási jogaira. Egyébként erre annak idején Poroshenko vállalást is tett, vagyis azt mondta, a Velencei Bizottság javaslatait végre fogják hajtani. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezben a kérdésben semmi előrelépés nem történt, sőt, mi több, az új hatalom és kormány sem tett lépéseket. Eltelt immár lassan egy fél év, ahhoz képest, hogy ők üléseznek, és abszolút többségük van, és megtehették volna, de még nem tették meg. Sőt, mi több, az előző parlament az utolsó pillanatokban olyan oktatási törvénymódosítást hozott, ami még a Velencei Bizottság javaslata ellenére is rontja a helyzetet. Ugyanis a felsőoktatási törvényt 2014-ben fogadták el, és abban a Velencei Bizottság állásfoglalásnak megfelelően a magántulajdonban lévő oktatási, felsőoktatási intézmények szabadon megválasztatják az oktatás nyelvét. Tehát ez megfelelt a Velencei Bizottság álláspontjának. Viszont arra hivatkozva, hogy a 2017-ben elfogadott törvényben az oktatás nyelve minden szinten ukrán, ők a 17-es törvényhez igazították a 2014-es érvényben lévő törvényt. Tehát még visszalépés történt a Velencei Bizottság állásfoglalásával szembe, nemhogy előre léptek volna ebben a kérdésben. Ezért aggályaink vannak az irányban, hogy itt van politikai akarat a változtatásra. Ezt tapasztaltuk a nyáron is, az általános iskolák kapcsán, hiszen az elemi iskolákra vonatkozó óratervekben, vagyis abban a táblázatban, ahol a különböző nyelvekre adott órák száma található, ott rögzítették, hogy a nyelvi kompetenciák fejlesztésére összesen hány órát lehet adni, és ezen belül rögzítették, mennyit az ukránra. A maradék órát lehet felhasználni idegen és anyanyelv oktatásra, ami azt jelenti, hogy a magyar iskolákban és a nemzetiségi iskolákban a tanároknak dönteni kell, vagy anyanyelvet fognak tanítani, vagy idegen nyelvet, és amikor fölvetjük ezt a kérdést, akkor olyan válaszokat kapunk, hát végül is az anyanyelv idegen nyelv Ukrajnában, tehát az ukrán oktatási minisztérium úgy gondolja, hogy a kisebbségek számára az anyanyelv az egy idegen nyelv, és erre külön óraszámot az anyanyelvre nem irányoz elő, vagy azt nem akarja, hogy esetleg egy harmadik idegen nyelvet is megtanuljanak, ami a 21. században természetes lenne. Azért, hogy tisztán lássuk a képet, a mai napra a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökségét összehívtuk, és ezen megfogalmazzuk az új minisztérium, miniszter felé is azokat a javaslatainkat, amelyek remélhetőleg előre visznek. Tudjuk, hogy az új miniszterasszony ott ült tavaly előtt minden tárgyaláson, de úgy néz ki, hogy a dokumentációt egymásnak nem adták át, vagy újra kell kezdeni a tárgyalásokat. Eltelt fél év, semmi kérdésben nem kerestek meg, például abban sem, hogy tegyünk előrelépéseket az ukrán nyelv oktatásával kapcsolatban, más alapokra kellene helyezni, ezt mondjuk 20 éve nem történt semmi, így most már nincs tovább mit várni, november vége van, ahhoz, hogy érdemi döntések szülessenek ebben a tanévben, ahhoz el kellene kezdeni a munkát. Remélem, hogy konstruktívan fognak hozzáállni, mi minden esetre magunk részéről megtesszük az első lépéseket, megfogalmazzuk a problémáinkat, és elküldjük minden olyan instanciónak Ukrajnában, olyan szervezetnek, akinek van lehetősége és joga az adott kérdésekben dönteni.